Benépesült vasárnap délben Székelyudvarhely főtere Orbán Balázs születésének 184. évfordulójára emlékeztek az egybegyűltek. A legnagyobb székely szobra előtt tartott ünnepség a magyar himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd Gidó Csaba történész, önkormányzati képviselő köszöntötte az emlékezőket és ismertette Orbán Balázs életének legfontosabb állomásait. Székelyföld nagyszülöttét az elmúlt két évszáz során tartották tudósnak, fényképésznek, néprajzkutatónak, szociológusnak, fotóriporternek, akadémikusnak, politikusnak és még ki tudja minek. A köztudatban a legnagyobb székelyként vonult be. Méltán illették és illetjük a legnagyobb székely jelzőjével, hiszen egyéni értékek kimondottan nagy. Munkássága példamutató ma is. Szavalatok a Székelyudvarhelyi Egyesített Kórus előadása színesítette az ünnepséget, majd Kedei Mózes unitárius esperes osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. Milyen ember volt Orbán Balázs? Romantikus lélek volt, nem véletlen, hogy erős szimpátia és barátság fűzte Viktor Hugóhoz. Hazáját, a székelységet, a magyar nemzetet rajongásig szerető hazafi. Igazat ír, amikor kijelenti, szellemi tehetségemet és élettevékenységemet kizárólag hazám és nemzetem szolgálatára igyekeztem szentelni. Nála a szó és a tett egybeesett. Ő a tettek embere volt. A magyar nemzet függetlenségét vallotta, ezért küzdött haláláig. Az eseményt Orbán Balázs szobrának megkoszorúzása zárta, majd az évforduló apropóján fotókiállítás nyílt a Házrezső Múzeumban. A megismételt Pillanat című tárlaton Orbán Balázs és Veres Ferenc 19. századi fotográfiáival, valamint Fekete Zsolt kortárs fényképész munkáival ismerkedhetnek meg. Fekete Zsolt Orbán Balázs nyomában járta körbe és kapta lencse végre ugyanazokat a helyeket, melyeket egykoron a legnagyobb székely örökített meg, szemléltetvén a 150 év alatt bekövetkezett változásokat. A kiállítás március 13-áig látogatható Székelyudvarhelyen.